Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy lépés előre, kettő hátra, nem lehet tudni, hogy mit akar. Ez egy személyes jóslás Enya számára. Kedves Enya, üdvözöllek téged, ez a te felvételed. Először megnézzük a jóslást, aztán áttérek az asztrológia területére. Ez a kártya bal oldalon mutatja a te érzelmeidet. A kelyhek tükrözik a víz elemét, és a víz eleméről tényleg érzelmekről van szó. Ezen a képen megjelenik egy király, tehát ez a férfi áll nálad a középpontban, és te feltekintesz rá. Te bízol abban is, hogy jön, és átnyújtja számodra ezt az aranykelyhet, ami az ő érzelmeit mutatja. Most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kép jobb oldalon az ő érzelmeire utal. Megint láthatunk egy királyt. Neki megvan ez a büszke, mondhatnám, királyi fellépése. Ez a király uralkodik a levegő eleme felett. Ez utal könnyűségekre és kommunikációra. A kard az a döntéseket szimbolizálja. Neki most döntéseket kell hozni, azt érzi is. De a háttérben még ott van ez a felhő, ez a szürke felhő, ami félelmekre utal. Idő kérdése, amíg ő dönt, és keresi veled a kapcsolatot, a kommunikációt. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kép ott felül bal oldalon mutatja a te gondolataidat, vagy azt, hogy mire kellene, hogy gondolj. Ezen a képen látható egy királynő. Nagyon jól passzol ahhoz a királyhoz, mert mindkettő a levegő elemére utal, a könnyűségre és a kommunikációra. Lehet, hogy ezek most a te gondolataid, mert szeretnél vele beszélni, vagy erről kellene elgondolkodnod, hogy ő keresi a kapcsolatot veled, és lesz kapcsolat, lesz egy kommunikáció kettőtök között, ti fogtok döntéseket hozni, erre utalnak a kardok. Most megnézzük az ő gondolatát. Ezen a képen ott jobb oldalon felül látható egy fiatal férfi. Ennek is szimbolikus jelentése van, kicsi lépéseket tesz, vagy jelent egy új kezdetet, még kis bizonytalanságokkal. Először úgy kezébe veszi ezt az arany érmét, úgy nézegeti, mit jelent ez számomra, hogyan tovább. Ez utal az ő anyagi helyzetére, esetleg egy új kezdet, ami a munkáját illeti. Viszont ennek az arany érmének más jelentése is van, és utal a belső értékekre. Te értékes vagy számára, de még minden olyan új, és emiatt még elbizonytalankodik. Amit még ez a kép jelent, a föld elemét, és a föld eleménél reális dolgokról van szó. De ő nem fogja elsietni ezt, olyan kis lépésekkel közeledik hozzád. És most megtekintjük a következő kártyát. Itt alul bal oldalon, ezen a képen látható egy lovas férfi. Illetve nem lehet tudni, hogy ki ez a személy. Ez lehet egy hölgy is.
gyorsan, meggondolatlanul közeledik hozzád, és nem tudod, hogy mit akar, hogy milyen szándékai vannak. Lehet egy segítség, de azért légy óvatos. Milyen meglepetés lesz nála, azt mutatja a következő kép. Ezen a képen láthatóak az érmék, ez utal az ő anyagi helyzetére, vagy vannak kapcsolatai, ahol anyagiakról van szó, de utal a munkahelyére is. A helyzet nem könnyű, mert ő ezt az egyetlen érmét nézi, ahogy ez a kislány mutatja, és úgy gondolja, ez az utolsó, és fél attól, hogy ezt is elveszíti. Itt lehetnek igazságtalanságok is. Viszont más irányba kellene, hogy tekintsen, akkor a háttérben észrevenni ezt a szent képet, ahol tulajdonképpen minden rendben van. És most megtekintjük azt, hogy mi várható nálad a következő napokban, hetekben, mire kell, hogy felkészülj, ezt mutatja a következő kártya. Ezen a kártyán látható egy királynő. Te vagy ez a királynő, és te uralkodsz a víz eleme felett, ami az érzelmeket jelenti. A következő napokban, hetekben hallgass a belső hangodra, azon kívül figyelj oda az álmaidra. Az lehet számodra egy üzenet. Persze előfordulhat az is, hogy ő álmodik vagy álmodozik rólad, és te ezt érzed. És most megtekintjük azt, hogy mit fog ő tenni. Ezen a képen láthatunk egy új utat vagy egy kiutat. Ő lezárta a múltat. Elhagyta a társnőjét, és keres veled együtt egy közös utat, vagy egy kiutat, mint ahogy mondtam. De nem tudja, hogy mi várható a közeljövőben. Még nincs konkrét terve, de az irányt már megszabta. Végül is ő tudja, hogy mit akar, de neki még időre van szüksége ahhoz, hogy ezt veled közölje. Ebben a parkban van egy szökőkút, és ez a víz mutatja a jövőt, és ez a felső kártya jelenti ezt. Itt van egy lovas férfi, az utal mozgásra. A kezében van ez az arany érem, ami a föld elemét jelképezi. Tehát ő megvalósítja az álmait, a terveit, mert a föld eleme utal reális dolgokra. Ő kezébe veszi ezeket a dolgokat, de erre időre van szüksége, mert a föld eleme utal a türelemre is. Azon kívül kell, hogy rendezze az anyagiakat, mert ezt is jelenti ez az arany érem, ami téged illet, te értékes vagy számára, mert ez az érem utal a belső értékekre is, és ő szeretne téged a birtokába venni. És most áttérek az asztrológia területére. Te egy félhold napon születtél egy ilyen csökkenő, lefogyó hold szakaszban. Ez belső feszültségekre utal. Gyakran ezek gyermekkori emlékek. Az indiai számítás szerint a napod a rák jegyében volt. Ez a víz eleméhez tartozik. Ami földünk, az a bak jegyében volt, a születésed pillanatában ez a föld elemét jelenti, a holdat pedig a kos jegyében, ami a tűz elemére utal. Itt van kapcsolat a nap, a föld és a hold között,
tehát az elemek is kapcsolatban vannak. A víz eleme, a föld eleme, a tűz elemével is hiányzik a levegő eleme. Ez a könnyűségekre utal. Számodra ez nagyon fontos, mert ez az alap az életedben. Ez abból adódik, hogy a mérleg jegye a mélyponton van a horoszkópodban, és pontosan erre alapozhatsz, persze utal az otthonodra is. A mérleg jegyénél fontos a belső egyensúly és a harmónia, de a levegő eleme is, mert a mérleg jegye a levegő eleméhez tartozik. Hol találod ezt meg? Erre utal Vénusz bolygó, mert Vénusz bolygó az ikrek jegyében van, és az ikrek jegye szintén a levegő eleméhez tartozik. Itt találod meg ezt a könnyűséget, vagy így érzed magad felszabadultnak. Nem csak Vénusz bolygó utal a párkapcsolatra, hanem a mérleg jegye is, mert a mérleg jegye szimbolizálja a párkapcsolatod. És most megnézzük az ő hold állását. Ő röviddel egy új hold után született, tehát egy ilyen növekvő hold szakaszban. Az ő holdja az oroszlán jegyében van, és az a tűz eleméhez tartozik. A te holdad a kos jegyében van, szintén a tűz elemében. Így harmonizáltok egymással. A tűz eleme utal a lelkesedésre, de a testi kapcsolatra is, azon kívül szimbolizálja a szív melegségét és ezt a kisugárzást. És mivel itt a hold hatásáról van szó, ami az érzelmeket jelenti, itt megvan kettőtök között ez az álom, ez a vágy és ez a remény, nem csak nálad, hanem nála is megvan ez a vonzó erő köztetek. És most megnézzük a Vénusz energiáját. Vénusz bolygó szimbolizálja a szépséget, a harmóniát, a kreatív munkát, a művészeteket. A horoszkópunkban nálunk hölgyeknél utal a nőiességre, és kihat a szerelmi élet területére. A te horoszkópodban Vénusz bolygó az ikrek jegyében van, tehát a levegő elemében. Nála Vénusz bolygó az oroszlán jegyében van, a tűz elemében. A levegő eleme és a tűz eleme harmonizál egymással. Tehát itt is megvan ez a vonzalom. Vénusz bolygó az ő horoszkópjában az oroszlán jegyében van, és utal a lelki társnőire, ahogy ő ezt elképzeli, az nem azt jelenti, hogy a hölgy az oroszlán jegyében kell, hogy szülessen, hanem ez arra utal, hogy számára fontos ez az oroszlán jegye, ezek a tulajdonságok, mert ezeket a tulajdonságokat keresi öntudatlanul a párkapcsolatban vagy a társnőnél. Az oroszlán jegyében egy magabiztos hölgyről van szó, aki a középpontban áll, és megvan ez a büszke, mondhatnám királynői tartás. Ezzel bizony el tudod őt csábítani. Ha ez a tartásod, az neki nagyon tetszeni fog. És most megnézzük a Mars energiáját. Mars bolygó utal az erőnkre, nálunk hölgyeknél is. De ez egy férfias energia,
a mi horoszkópunkban utal a lelki társunkra, a férfiaknál pedig az ő férfiasságukra. A te horoszkópodban Mars bolygó a rák jegyében van. Számodra fontos, hogy a lelki társad kimutassa az érzelmeit, családias legyen, teremtsetek egy közös otthont. Az ő horoszkópjában Mars bolygó a bak jegyében van, tehát ő nem adja fel a céljait, hanem szeretni elérni mindenképpen, megvan nála ez a türelem és kitartás, de nem olyan nyitott az érzelmekre, kicsit olyan száraz. A kettőtöknél a Mars bolygó szemben áll, mert a rák jegye szemben áll a bak jegyével. Itt tükröződik valami. Te tanulsz tőle valamit, ő tanul tőled valamit, de ez olyan, mint egy mérleg, itt fontos, hogy középen találkozzatok. És ami téged érint, gyakran felteszed a kérdést, legyél aktív vele szemben, vagy inkább visszahúzódó, az arany középút, ne túl sokat, ne túl keveset. Ha nagyon érzékeny vagy, vagy kimutatod az érzelmeidet, akkor ő visszahúzódik. Ha te vársz, amíg ő jelentkezik, akkor elbizonytalanodik. Tehát nyugodtan felveheted vele időnként a kapcsolatot, de ne beszélj túl sokat érzelmekről. Merkur bolygó kihat a kommunikációra és a párkapcsolatban, ez is fontos. Nálad Merkur bolygó a rák jegyében van, te beszélsz érzelmekről, de ha ő nem hallgat meg téged, vagy nem nyitott, akkor hajlamos vagy arra, hogy megsértődjél, és akkor te húzódsz vissza, és ő nem érti meg, hogy mi van veled. Az ő horoszkópjában Merkur bolygó az oroszlán jegyében van, tehát ő kimondja azt, amit ő mondani szeretne, nyitott beszélgetésekre, mivel a rák jegye és az oroszlán jegye egymás mellett áll, így szomszédok, így megvan köztetek ez a bizalom és közelség. Ti tudtok egymással kommunikálni. Kedves Enya, így tudtam a párkapcsolatodat leírni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót. Nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!